Üdvözlök mindenki, Necrocrim uh, vagyok. Igen, jól látjátok a címet, Warframe. Hogyan került kapcsolatba Aladvé a sentientekkel és hogyan születtek meg az amalgámok, és mi lesz ennek a jelentősége. Erről fogunk beszélni ebben a videóban. Egy kis lore történetet fogunk összefoglalni. Szóval a történet onnan indul, volt nekünk egy olyan kis uh, sztoricskánk, a Warframe memének az a címe, hogy Operation Shadow Debt. Na most ez az a küldetés úgy indul, hogy kapunk aladvétől egy üzenetet, amelyben arra kér meg minket Aladvé, hogy segítsünk neki. Törünk be a korpusz űrhajunkba és lopjunk el némi adatot. Na most, ezek az adatok ugyebár az akolájtokhoz vezetnek. A stalker kis kedvencéje is, ugyanis a stalker megtalálta az akolájtokat, és rákülte őket aladvére. Most, aladvé ugye ránkért, hogy hé, kérlek szépen segítsetek, mert hogy ezek az akolátok, ezek ugye el tudnak tűnni, de hogyha az adatokat, amiket elloptok a, korpusz űrhajóról, a konkrét a saját űrhajóitól, mert hogy ő bújkált ebben az időben, ugye, ellopva azokat az adatokat, ő fel tudja nekünk fedni a akkolájtoknak, a mini a helyét, és így ezáltal mi le tudjuk őket győzni, és íme megszületett a Maming Strike világa. Na, sajnos. Ide lett a Warframe. Na, de a lényeg a lényeg, hogy Aladvé ezen idő alatt, amikor bujkálnia kellett a stalker és az akulajtok, meg a szentientek elől, ugye, nagyon-nagyon rosszat tett az üzletének, nem csak az, hogy bujkát, hanem eleve a múltban lévő sikertelenségek is rossz hírnévvel áldották meg, és Nef anyónak ugye a hogy is mondja, növeknő népszerűsége is ártott az üzletének, ezért kétségbe esetten keresett uh, aladvé egy befektetőt, vagyis hát inkább egy partnert, egy üzletet, amit fel tudna virágoztatni, és újra uh, ugye játékba kerülni. Na most uh, nem is kellett túl sokáig uh, várnia, ugyanis megkereste őt egy régös, regus, magyarul egy e régősz nevezetű korpusz, egy idősödő üzletember, akiről Aladvé úgy gondolta, hogy könnyen kiforgathat a vagyonából. Na most ez a régös nevezetű korpusz üzletember megmutatta neki az újonnan talált sentient technológiát, amit összetudott olvasztani a korpusz technológiával. Na most erről a régősztről nagyon-nagyon gyorsan kiderült, hogy egy sentient álca volt tulajdonképpen Natának, vagyis a lótusnak a csapdájába sétált bele Aladvé, és még mielőtt ki szállhatott volna mondjuk így a szerződésből, azelőtt Natá, vagyis lótus fogta és elküldte tulajdonképpen a ropalalisztot, tehát Aladvé próbálta összegyűjteni a hadseregét, de a Ropaloliszt egy magába, konkrétan kiirtotta Aladvének a hadseregét, ezáltal Aladvét belekényszerítve ebbe a szerződésbe és abba, hogy az amalgám katonákat létrehozza, vagyis hogy kísérletezzen a a sentient technológiával és a korpus technológiával, és ugye Natának Lótusznak a reménye ebben az, hogy ezek az amalgámok már annyira erősek lesznek, hogy a sentientekkel de a korpus technológiával minden, ami a sentientekbe beépül, képesek lesznek átutazni a Voidon, és a Voidról külön majd csinálunk egy másik videót, mert arra is vannak külön utalások. Szóval képesek lesznek átutazni a Voidon akkor, amikor akarnak, és ezáltal ugye fenyegetve uh, a mi létezésünket. Ekkor lépünk mi ugye közbe uh, a tenók, és megint csak aladvé segítségére megyünk, és megöljük a ropalolisztot, ugye. A ropaloliszt felé menet a pályán, ugye a lótusz az megszólal hozzánk, arról csináltam egy videót, hogy mit mond akkor is annak mi a jelentőség, érdemes megnézni a csatornámon. És ugye, ahogy megyünk oda, a Lotus megszólal hozzá, és annak nem csak az a jelentősége, hogy végre feltárja előttünk az ő múltját, és hogy ki ő, hanem az a jelentősége is, hogy ő ugye a fejünkben szólalt meg, szóval Uh, még megvan a kapcsolat köztünk, Tenok között és Natal, Lótusz között. Még valamiféle kapcsolat van, ugyanis számtalan évet töltött el ő is fogságban, a Voidban, az arokinek irányítása alatt, ugye? És Margulis emlékei, vagyis Lotus emlékei, ő, mint Lotus keveredik azért a Sentient emlékekkel. És ez lehet az a pont, ahol Esetleg a Lotus még visszaállhat a mi oldala, oldalunkra, és közösen győzhetjük le e, a szentienteket. Szóval mi Tenók újra Aladvé segítségére sietünk, és legyőzzük a Ropanolisztot. Viszont ez Aladvének igazából csak egy felmentést ad a terror alól, mondhatjuk úgy Natának a figyelme alól, és ő tovább folytatja az amalgám kísérleteket, ami igazából azzal jár, hogy a korpusz egységekből az utolsó emberis, emberi formát is eh, kiöli, és ugye ebben kaptuk az új eh, játékmódot. Szóval a kísérletek tovább folytatnak, és aladvé ezáltal újja, egy újabb fenyegetést nyújt a mi naprendszerünkre. Viszont a kérdés itt van, és ti fogjátok megválaszolni. Mi van, hogyha ez az egész így, ahogy van? ki tervelte maga Natá, vagy a szentientek, vagy ahogy tetszik. Na most elmondom, hogy miért. Amikor megöljük a ropalolisztot, Natá elejt egy olyan mondatot, hogy az ő, vagyis a te halálod, mondja a Ropalolis nevében, a te halálod fogja kikövezni nekünk az utat. Na jó, kapaszkodjatok meg. Mi van, hogyha ugye Nata Lotus belekényszerítette Aladvét ebbe a szerződésbe, tudta, hogy Aladvé az ennek nem fog tetszeni, ezért fellázad, ellene elküldte a Ropalolisztot, a Ropalolisz kinyírta Aladvét, tehát egy ellenféllel kevesebb, kinyírta Aladvét úgy, ahogy van, ugye a hadseregeit, belekényszerítette abba, hogy tovább kísérletezzen, erősebbeké tegye a szentienteket. A Ropalolisz vigyázott, de számított arra, hogy mi ott leszünk, és megöljük a ropalolisztot, és meg is öltük a ropalolisztot, aladvé ugye elbújva, tovább kísérletezik az amalgámokon, ezáltal tulajdonképpen azt csinálva, amit Natá mindig is akart, erősebb szentienteket, de úgy, hogy aladvé azt hiszi, hogy már szabad. És az egész összeáll, az egész nagy támadási terv összeáll. Aladvé azt hiszi, hogy önszentából uh, kísérletezik amalgámokkal, amiből ő majd tudott csinálni az üzletének, de valójában a szentienteknek dolgozik ugyanúgy, csak nem tud róla, és mi uh, ezáltal köveztük ki az utat a szentienteknek. Megöltük a ropalolistot, de egy cél érdekébe, hogy a tervük a szentienteknek a támadásra folytatódjon. Na ez lenne az én elméletem, a végén, mert ami az elején volt, az, az igazából Warframe lore történet, csak abból a mondatból kiindulva, amit a Lotus mondott, mint a megöljük a, Szent, a hogy ő fogja nekünk kiköv... ő fogja kikövezni a szentienteknek az utat, abból a mondatból kiindulva erre gondolok, egy ilyen terv lenne, de ez akkor fog kiderülni természetesen, hogyha végre kijön a New War, és a kérdés, amit most teszek föl, és egy másik videóban beszélünk, mi van, mi lesz, ha véget ér a New War? Beszélgetünk egy kicsit a Voidról, és esetleg mi lehet a Void? Mi, mi lehet? Hm, érdekes. Szóval, ja, srácok, ez lett volna, kis Warframe Lord történet, hogyan került Aladvi kapcsolatba a szentientekkel. Ha tetszett a videó, iratkozz föl, Dobj egy lájkot, és a csengőjelecskére ne felejtsen rányomj, hogy értesítést kapja további videókról. Discord szerverünk a videó leírásában megtaláljátok, bárki csatlakozhat, nem csak volt filmesek. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!